Fontos a nemzeti identitás megőrzése, ehhez pedig nélkülözhetetlen a fiatalok munkája. Ez is elhangzott azon a kétnapos konferencia sorozaton, amelyet hétvégén tartott az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. A cél az, hogy minél több fiatal foglalkozzon a politikai kérdésekkel. Azt szeretnénk, hogyha 10-20-25 év múlva is lennének olyanok, akik Magyarországon a közéletben való részvételt hivatásuknak tekintik, vagy legalábbis életük fontos részének. És ez a különbségtétel fontos ugyan, hiszen nyilván mindenki eldönti, hogy mivel kíván hivatásszerűen foglalkozni, de az biztos, hogy ahhoz, hogy valaki ma Magyarországon értelmiségnek nevezze magát, szerintem elengedhetetlenül fontos, hogy legyen véleménye az őt körülvevő szűkebb és tágabb világról, és ebben nyilvánvalóan beletartozik az a közösség, ahol él, és az a tágabb közösség, az a nemzet, amelynek tagja. Az egyik legaktívabb közösség évek óta az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. Azok a fiatalok, akik csatlakoznak a szövetséghez, egy értékrendet is választanak. Pedig a fiatalok sokszor tartózkodnak a közéleti kérdésektől, még akkor is, ha ezek a mindennapi életüket is befolyásolják. Ha rávilágítunk arra, hogy mik is ezek a közéleti kérdések, és hogy ezek olyan ügyek, olyan kérdések, amelyek az ő mindennapi életüket is befolyásolják, akkor már sokkal nyitottabbá válnak erre, és ezt látjuk az X-en keresztül, és ebben segít is az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, hogy megmutatja azt a fiataloknak, hogy bizony ezek az ügyek, ezek őket érintik, őket is illetik, és éppen ezért fontos az, hogy ők fiatalként elmondják a véleményüket, hallassák a hangjukat, és vegyék ki a részüket ők is akár a közéletből is, vagy éppen a politikai életből is. Én örülök annak, hogy egyre több ilyen fiatal él Magyarországon. A konferencián előadást tartott Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője, és Kubatov Gábor, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség országos pártigazgató alelnöke is.